Üres székeket állított fel Athén legismertebb terén, a Szintagmán, a görög étterem tulajdonosok szövetsége tiltakozásképpen. Habár az éttermek kinyithatnak június 1-én Görögországban, a tulajdonosok ellenzik azt a tervet, hogy csak a kapacitásuk 35%-án működhessenek. Üres székek, ezzel fogunk szembesülni a közeljövőben, ha a kormány nem támogat bennünket, állítja az étterem tulajdonosok szövetségének elnöke. Több asztalra és több helyre van szükségünk ahhoz, hogy rendesen dolgozhassunk. Mintegy 90 ezer éttermet és kávézót fenyeget a bezárás, amelyek nem számíthatnak profitra ebben a turista szezonban, mondja tudósítók. Több tízezer munkahely van veszélyben, ezért kérik a tulajdonosok az állampénzügyi segítségét. A thesszaloniki étterem tulajdonosok is azt mondják, nem együttérző szavakra, hanem konkrét intézkedésekre van szükségük. Az áfának 10% alá kéne csökkennie, az alkoholos italok adójának különösképpen nem szabadna többnek lennie, mint 13%. Azt is kérjük, hogy államilag támogassák a bérleti díjunkat arra az időszakra, amíg be vagyunk zárva. Az idegenforgalom adja a görög GDP harmadát, eddig 45 000 munkahely szűnt meg a szektorban a járvány miatt.